Sebestyén Sára, a geometria diszkrét bája, könyvbemutató. A művészeti szcénában 3 éve még ismeretlen Sebestyén Sára üstökösként halad előre. Ezek Gereben Kata szavai a művésznőről. És tovább. Sebestyén Sára a magyar konstruktivizmus hagyományait követi, és a fotó médiumával teszi nyilvánvalóvá, mennyire konkrét is valójában a konkrét művészet. Hiszen a fotográfia egyik érdeme éppen az, hogy más művészeti ágaknál közvetlenebbül kezelheti a látható világot. A Sarkok és élek kortárs képviselőjeként Sebestyén láthatóvá és érezhetővé teszi, mennyire eleven az érdeklődése látványvilágunk iránt, a ráción innen és azon túl is. Ezek pedig Günther Baumann művészettörténész, a stuttgarti Galerie Schlichtenmeier egyik tulajdonosának gondolatai. És elmondtunk mindent? Koránt sem. Igen, ezt mások is így gondolják, mert a Pauker Collection művészeti könyvsorozata 55. kötetébe kerülő művészként Sebestyén Sárát és munkáit választotta ki. Ezzel olyan illusztris társaságba kerülve, természetesen a teljesség igénye nélkül, mint Konok Tamás, Fajó János, Nemes Judit, Áron Gábor, Bak Imre, Botos Péter, Péter Weiler, Zalavári József, Fehér László, Szakszon Szász János. Azt követően, hogy a könyvnek befejeződött a szerkesztői és a nyomdai munkája, már láthatjuk. Így bemutatóra került sor a Kappa Központ F4 galériájában, egy beszélgetés keretein belül kicsit belemerültünk a művésznő munkájába. Sok mindent tudunk már, de nagyon kíváncsiak vagyunk továbbra is. Ha most figyelünk, akkor úgy állhatunk fel, hogy megláthattunk egy kitűnő művészt. Jó estét kívánok! Köszöntjük Önöket a Kappa Központban, a 8F galériában. Én Boronyák Vivien vagyok, a Kappa Központ munkatársa. Intézményünk, mint a Magyarország vezető vizuális intézménye, minden a fotográfiához kapcsolódó eseményt ünnepnek tekint, és mindenképpen ilyen ünnepnek számít egy fotóalbum megjelenése is. És ezért örömmel adunk ma helyet a Sebestyén Sára, a Geometria Diszkrét Bája című kötetének a bemutatójához. A beszélgető partnerek az alkotó mellett Jászbor Bála filozófus művészettörténész és Bojár Iván András művészettörténész. Fogadják szeretettel ezt az eseményt, tekintsék meg a munkákat, amiket Sára még pluszban hozott ide a kiállításhoz, könyvbemutatóhoz, és érezzék nagyon jól magukat. Köszönjük! Köszönjük szépen a felkonferálást. Enyém lett ez a megtisztelő szerep, hogy elsőként szólalhatok meg így ma este, és köszönhetem Sárát. Ünnepi alkalommal vagyunk jelen, hiszen nem csak egy kötet megjelenéséről van szó, hanem Sárának a születésnapjáról is, úgyhogy szeretnék én lenni az első, aki boldog 25. születésnapot kíván Sárának. És nagyon felcsönted a számokat. És nagyon jó látni, hogy ilyen sokan itt vannak. Barátok, szakmabeliek. Többekkel beszélgettem, itt még vártunk arra, hogy elkezdődjön ez a mai esemény. És nagyon jó volt hallani, látni azt, hogy mennyien szeretnek téged, mennyien vettek magukra valamilyen piros ruhát, vagy kiegészítőt. Tehát egészen fantasztikus ez az összhang. Nem is értem miért. Amiben itt a kedves jelenlevők itt téged ünnepelnek ma. Azt beszéltük meg Ivánnal, hogy ebben a mai beszélgetésben, hát ugye elsősorban nem mi vagyunk a főszereplők, hanem te, illetve a te munkáid, viszont először mind a ketten elmondanánk azt, hogy honnét ismerünk téged, hogyan látjuk azt az ívet, amit te itt a magyar művészeti életben betöltöttél, mint ahogy itt a könyvedben is, hogyha kinyitjuk, úgyhogy ajánlom mindenkinek, érdemes a könyvet kézbe venni, Gereben Katától, hogy a művészeti szcénában 3 éve még ismeretlen Sebestyén Sára üstökösként halad előre. Tehát ez egy nagyon nagy ívű pályát vetít előre. És abban a megtisztelő helyzetben vagyok, hogy ennek a pályának, ha nem is a legelső, de azért az első lépéseinek a részese lehettem. Én Sárát a PH21 galéria munkatársaként, igazgatóhelyetteseként ismertem meg.
És itt pont az egyik kedves barátnőmnek meséltem a történetet, hogy amikor az első képedet hozzánk beküldted és kiállítottuk, és Árpád, kedves férjeddel jöttetek a Rádai utcán, akkor ott a kolléganőkkel összesúgtunk, hogy biztosan ők azok, és biztosan ide jönnek. Oh. Úgyhogy így indult a mi kapcsolatunk, amely hát már azért több évre nyúlik vissza. Úgyhogy Sára több csoportos kiállításon vett részt nálunk a PH21-ben. Próbáltam felidézni, visszakeresni monokróm témában, pályáztál a mobil fotókiállításunkban, az éjszakai fotókiállításunkban, illetve hát Rómába és Barcelonába is, és tudtok vinni a te munkáidat. Úgyhogy én így ismertem meg Sárát, és majd itt az est későbbi részében nagyon szívesen megosztok egy pár gondolatot arról, hogy én hogy látom azt, hogy mi történt itt az elmúlt években, mert hogy azért kiállításokról van szó, kritikákról van szó, amelyek megjelentek a te munkádról, és ez egy nagyon fontos lépés, ahol most ma itt együtt vagyunk, a Geometria Diszkrét Bája című kötetnek a megjelenése. De akkor én most nem szaporítom a szót, hanem átadom Ivánnak. Bocsánat, ehhez még én annyit szeretnék mondani, hogy egyébként a könyv belső oldalai ezzel a képpel indul. A könyv az első kép a könyvben, amiről Bori beszélt, aminek az a címe a Geometria. Igen, úgyhogy ez az én számomra, hogy próbálom felmutatni, ez az én számomra egy külön megtisztelő dolog, és amikor Sára megmutatta a könyvet, akkor én is érzékenyültem, hogy egy ilyen fontos lépés volt a mi találkozásunk, hogy a könyvben az első kép lehetett. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm neked. És akkor most adom át a szót Ivánnak. Köszönöm szépen, hát én nem tudok ilyen frappánsat mondani, mint te. Egyszer annyi történt, hogy én fölfigyeltem a Sára munkáira, és láttam, hogy mennyire érett és komplet munkák, és azon kívül pedig rendkívül meglepett, hogy került el eddig a figyelmemet. Most már azért többé-kevésbé értem, hogy miért, és hogy ebből következően csináltam három kiállítást a Galeri Maxban, ami Magyar Géniusz címet viselte, és ez lényegében a magyar geometrikus abstrakt művészetnek a bő 100 éves hagyományát, irányait, híveit, résztvevő meghatározó szereplőit mutatta be, és hát a kortársakat is, és oda hívtam meg a Sárát, mert ott volt a helye, mert azok között a művészek közt volt a helye, és ilyen módon nekem azért volt izgalmas ez a dolog, mert maga ez a geometrikus, konkrét művészet párhuzamosan, mind a kettőben az volt a számomra fantasztikus, hogy miközben itt volt neobarokk, Horthy korszak volt, Sztálin barokk, Rákosi korszak volt, az abstrakcióval verzenkedő korai Kádár és késői Kádár korszak is, figuratívitás kedvelő, hivatalos művészeti szemlélet, stb. Búvópataként ez az abstrakció, ez az abstrakcióra való hajlam, ez a képesség, ez végig ott volt. És hogy, hát sőt, azt kell mondjam, hogy ezt mind le lehet sokkolni a felszínről azokat az átmeneti izmusokat és forszírozott stílus tendenciákat, mert hogy az igazi lényege az ez a magyar szemléletmódnak, vagy a magyar művészetnek. És hát ezért fantasztikus, hogy ebben úgy látszik, hogy mondjam, erre a robogó vonatra föl lehet ugrani. És ezért lenyűgöző számomra ez a teljesítmény, amit most ez a kötet is kifejez. Jó, hát azért abban igazad van, hogy föl lehet ugrani a vonatra, de azért nem teljesen előzmények nélküli az a Sára éppen a fotóba becsöppent. Tehát valóban egy olyan médiummal foglalkozik, azt kezdte érdekelni, ha jól gondolom, ami azért egy friss az ő életében tulajdonképpen, de azért az a szellemiség, tehát azok a gyökerek, amikhez te visszanyúlsz az életedben, azért korábban is jelen volt. Itt azért sokan ismernek téged különböző munkáidról, életed különböző szakaszaiból, de esetleg tudnál-e nekünk mondani egy pár olyan dolgot, ami azt gondolod, hogy téged a fotó felé fordított? Fotó felé fordított, és a geometrikus művészet felé. Ezt így egyébként itt a vitrínben egy kis rögtönzött bemutatót összeállítottunk.
A fotó felé például ott van édesapámnak a több mint 50 éves fényképezőgépe, amit most kaptam meg egyébként körülbelül egy hete. Nagyon örülök neki, hogy még kipróbálni nem tudtam, de szándékomban el, úgyhogy az már egy következő projekt lesz. Ami a geometria felé fordított, vagy eleve el voltam ebben rontva, nekem szinte mondhatom, hogy mindig is a matematika és a geometria kedvenc egyik tantárgyam volt, és apukám egyébként villamosmérnök volt és agykutató, úgyhogy nálam is egy ilyen furcsa párosítás van, mert a geometriát és a matematikát szerettem mindig is, és a művészeteket, rajz művészetet. Én 8 évig tanultam rajzolni különböző rajzkörökben, rajziskolákban, és aztán érdekes, hogy ahogy alakult az életem, ez szinte mindig mind a kettő, azt mondhatom, hogy jelen volt a fotográfia, az esztétika, és valamilyen szinten a geometria, matematika. Én gimnázium után divattervező szerettem volna lenni, és tanultam szabászatot, szerkeszteni szabásmintákat, és ott is végülis a divat szakmában is ugye a proporciók szemben, ugyanúgy benne van a geometria. Aztán utána, miután családom lett, egy gyönyörű családom, utána pedig, mint interior stylist dolgoztam több mint 10 évig. Egyébként most is még a kedvenc ügyfeleimnek nagyon szívesen elvállalok munkát. És ugye hát abban is az alaprajzok. Tehát ez valahogy ez az én életemben mindig így. Ugye ez a két dolog, hogy összeomlóan volt. Igen, de hát azért ezekben a munkákban valami nagyon nagy milyen koncentráció van. Tehát ezek a problémák, mondjuk egy teret berendezni, vagy egy térben gondolkozni, az most sok a luft. Tehát, hogy ott ezekben viszont már nincsen, annyira eszenciálisak. És hogy ez a fajta koncentráció, hogy jött be, mint igény, vagy egyáltalán a munkában? Hogy jött be? Rengeteget fényképeztem. Egyébként ez egy érdekes dolog. Gondolkoztam, miután ugye ez az egész elindult velem, ez a gyors vonat körülbelül 4 éve, azt hiszem 4 éve volt egy bátor pillanatom, egy kis műtétből ébredtem fél, és úgy látszik, hogy a bátorságom hamarabb ébredt fel, mint én, és elküldtem egy galériának pár képemet, és így vettem részt egyébként az első kiállításon egy geometrikus galériában, ahol Maurer Dóra választotta ki két képemet Benedek Barnával együtt, és Maurer Dórával... Van, akinek ez a pályája teteje. És akkor nagyon vicces, én tehát egyáltalán nem voltam képben, úgyhogy igen. És azóta próbálom a sebességet tartani a gyors vonattal, és felnőni a feladathoz. Hogy jöttünk most ide? Mi volt a harcsonyat? Hát, azt, hogy azt mondta Iván, hogy nagyon koncentráltak, ugye nagyon igen. Eszenciálisak az alkotásaik, uh-huh. De ha megengedsz annyit megegyezni, hogy én emlékszem azokra az első képekre, amiket láttam tőled. Tehát, hogy lehetett azokban is érezni már azt, hogy egyébként a Bauhaus ugye fogalmaz, az architektonikus szellem áthatja az alkotásokat. És jelen volt már ez, viszont még voltak fölismerhető konkrét tárgyak, objektumok. Tehát én emlékszem napernyőkre például. És hogy nekem az fantasztikus látni, hogy ugye jelenkorunk történetében hogy íródik a művészet, hogy tűnnek el a konkrét tárgyak, és lesznek helyettük geometriai formákkal megmutatott, hát úgy érzések, benyomások, egy percepciónak a lenyomata. Úgyhogy hát az, hogy mi munkál benned, amikor, tehát ahogy ránézünk mondjuk ezekre a képekre és a monitoron. Tehát ezek ugye nagyon koncentrált, eszenciális, egy nagyon pici dolog, de annyira ügyesen az arányrendszert érzékeltetve, egy pillanat alatt megmutatva, hogy
Tehát ez az, ami nekem nagyon meghalt a te munkáidban. Ugye van ez a betegség is, hogy valaki nagyon zavarnak azok a dolgok, amelyek nem harmonikusan. Szerintem nekem ilyen betegségem van egyébként. Lehet, hogy nekem is. És elképesztő nyugalom, boldogság és öröm uralkodik el rajtam, amikor megnézem a Sáv alkotásait. És nem feltétlenül csak azért, mert ott helyben nyugszom meg, tehát nem csak egy zárt, egyszerű kompozíció is, hanem elindul bennem egy gondolat, de ez a gondolat valahol földet ér. És ez nagyon jó dolog. Szóval most megint sokat beszéltem, tehát a koncentráltság. Igen, én is azt gondolom, hogy én is a nyugalmat, a harmóniát keresem, és a tisztaságot, és lebontom a bennem lévő gondolatokat ilyen egyszerű geometrikus formákra, hogy ennyire közel megyek, és a részleteket fotózom, és abból próbálom megérteni a saját életemet is akár. Nekem egyébként az előző könyvem, az életkönyvem egy éve jelent meg, és arra például, hogyha így pár hetente én újra kinyitom és végiglapozom, akkor az szinte magamnak egy képekben kommunikáló füves könyv. Ként jön nekem vissza. Ugye nekem nagyon fontosak a címek is. Úgyhogy a képekkel együtt a címek azok, amik egyébként a nézők felé nekem csak egy mankót szeretnék adni, amit aki szeretne, azt használ hozzá, akinek meg nem kell, az nem. Egyrészt ez a füves könyv dolog is érdekel, tehát hogy hogyan válik mondjuk a munkáról munkára, hogyan lesz napló, mondjuk, vagy hogy valami olyan, ami különböző életállapotoknak a gondolatait vagy érzéseit rögzíti. De szóval azon gondolkoztam, hogy mögötted van egy árnyék azon a hasában, három irányból jön a fény, és ezért több síkból. Tehát hogy az van-e, hogy te jössz-mész a világba, és ilyen, mindig ezeket szúrod ki. Valahogy valami ilyesmi van? Valami ilyesmi van, igen. Én ugye úgy készítem a képeimet, hogy nem úgy indulok el abban a fényképezőgéppel, hogy előre eltervezem, hogy most egy anyagot elkészítek, hanem élem a kis életemet, és ezek nekem az utcán menve, ezek szemet szúrnak, van, hogy a kocsival gyorsan leállok, és lefényképezem, amit a piros lámpánál megláttam. Hát ezek a képek egyelőre így készülnek. Azt nem tudom, hogy a jövőben lesz-e más, hogy majd szintén ugye mondjuk ez a tervem, hogy ezzel az analóg géppel ugye beakasztom a nyakamba, és csinálok azzal egy anyagot, akkor az lehet, hogy máshol fog kinézni. Én egy dologgal készültem mára, ami igyekszem nem nagyon meglepő lenni, egy Vera Molnár idézetet kerestem, mert Vera Molnár ugye a mesterséges intelligenciával kapcsolatos művészeteknek, ő az egyik ilyen kiinduló személyisége. És azt mondta Vera Molnár, hogy próbálom pontosan idézni, hogy ő a három kon között helyezkedik el. A konceptualista, a konstruktivista és a komputerek között. De most ezt azért mondom neked, mert azt látom a legújabb munkáidban, például minket ebben a könyvben is látunk egy párral, hogy hasonlóan megvan ez, hogy fotográfiailag egy izgalmas geometriai motívumot megörökítesz, viszont ezt elkezded egy sajátos ritmusba rendezni, néha még egy színnel is megbolondítani, ami általában a tiros, és ezáltal egy olyan új alkotás jön létre, ami már nem pusztán annyi, hogy te a valóságban egy megtalált dolgot leképzel a kameráddal, hanem ezt egy új ritmussal, egy új koncepcióval, egy új rendszert alkotsz. És pont az az alkotás látható egyébként az egyik, amire gondolom. Igen, így van, más a Vera Molnár. Most itt láthatjuk is pont nagyban. Tehát, hogy ezért itt már többről van szó, mint egyszerűen a világban megtalálni ezeket a dolgokat. Mit gondolsz erről? Igen, nagyon szeretek
játszani és kísérletezni. Ugye ez egyetlen egy képből készült, ez az Tomás Abraham kép, csak forgatva van, mert tükrözve, és az egyik pedig színben átalakítva. Így jött létre ez a 9 képből álló munkám. És nagyon sok ötlet és kísérlet van még a fejemben, amit remélem, hogy majd a közeljövőben, hogyha nem ennyire gyorsan szárult velem a gyors vonat, akkor azokat meg tudom csinálni, mert ezek már egy éve a fejemben vannak, hogy ezzel így tovább szeretnék játszani és kísérletezni. Ezt is szerettem volna kérdezni, mert mondjuk van olyan, hogy valaki talál. Tehát mi felúrik a gyorsvonatra, és mert valamit elkap abból a tendenciából, abból a fajta szellemi suhanásból. Okay, na de azt folytatni is kell, tehát menni kell a dologgal, akkor módosítani kell, hogy megy a gondolat tovább, tehát ugyanazt rágni a végtelenségig. Hát vagy az van, hogy az ember a végtelenségig ugyanazt rágni, és az a nagy tett, a nagy alkotóte. Vagy pedig módosítani kell, és akkor az hogyan megy tovább? De hogy tudtál tovább lépni? Hát ez nyilvánvaló, hogy azért látszik a munkájában belül, hogy azért van folyamatosságon átalakulás. Nagyon érdekes, igen, köszönöm a kérdést, hogy részben azért, mert eléggé rosszul alszom évek óta, van, hogy éjszaka jönnek ezek az ötleteim, és akkor gyorsan előkapom a telefonomat, és akkor fel is írom magamnak. Vagy például vezetés közben nagyon sokszor ez a flow érzés előhoz bennem ilyen új ötleteket. Úgyhogy így jönnek ezek az ötletek. Az, hogy a továbbiakban hogy fog ez menni, igen, ezzel én is gondolkoztam, mert valaki kicsit gonosz feltette ezt a kérdést, hogy nem félek-e attól, hogy egyszer csak beszorulok egy sarokba ezzel a stílussal. Hogy ez egy nagyon nagy feladat és kihívás, hogy mindig valami újat kell produkálni. De egyelőre inkább az a gondom, hogy túl sok az ötletem, és azokat szeretném majd megvalósítani. Nekem az jutott eszembe még közben, hogy végig gondolom a művészetnek a történetét. Mikor kezdődött nagyon erős abstrakció, mikor beszéltünk arról, hogy a művészek elkezdtek visszanyúlni ezekhez az úgynevezett archetipikus plátóni formák. Tehát mikor kezdtünk el újra geometriával foglalkozni? És én azt láttam, hogy mindig akkor, amikor valamilyen sok érte a világot, a társadalmat. Ezt kérdezni szeretném tőled, hogy amikor elkezdtél a geometria felé fordulni, téged akár a Bauhaus iskola, vagy a The Style stílus által megalkotott inkább esztétikai forma nyelv vezérelt, hogy van esetleg ebben egy olyan, akár ki nem mondott, vagy egy rejtőzködő ilyen reflexió arra, hogy azért a korunknak mi történt meg. Ez egy nehéz kérdés. Igen, ezen utólag én is gondolkozom. Egyrészt gyerekkoromban már meg lettem fertőzve Vasarellivel, és ezen kívül pedig inkább én a saját életemben látom azt, hogy ott történtek velem olyan dolgok, ami miatt keresem ezt a tiszta gondolatokat, a tiszta tereket, és jól esik a szememnek, és a szívemnek, lelkemnek ez a tisztaság. És az újragondolás, ugye én ebben látom a választ. És akkor vágysz arra, hogyha egyébként az életünk és a világ sokszor zavaros, de a művészetben az ember talál egyfajta megoldást. Azt kérdezném tőled, Sára, engem nagyon érdekel, hogyha tudnál mondani, mondok egy számot, három olyan személyt, akár művészt, akár író, színészt, aki téged inspirál. Kit mondanál?
Mert az, hogy, hogy egyébként mit kívánunk, mit gondolunk ki kívülről, hogy milyen hatások, meg ilyesmi, hát az egy dolog. De az, hogy belülről téged, téged ki inspirál, kinek a művészete? Hát ugye előbb már beszéltem Bazzarelliről, ő nálunk otthon könyves polcon volt többféle, és azóta azt a könyvet mindenhova hurcolom is magammal, a többi 30 évben 9-szer költöztem, úgyhogy ez mindig jön velem. Ezen kívül, tehát nyilván mióta Maurer Dóra kiválasztotta két munkámat, azóta nyilvánvaló ő egy példakép számomra, mint nő és művész természetesen. Vera Molnár életét is és a munkáit is nagyon-nagyon szeretem. Ezen kívül pedig én Szabó Magda írásait nagyon-nagyon szeretem. És azt is nagyon, a Führer is egy kedvenc könyvem tőle, és azt, abba is többször, sokszor visszamegyek és újraolvasom a részleteit. És érdekes különben, hogy Szabó Magdának végtelenül hosszú mondatai vannak. Egy csodálatos szerintem. És hát Szabó Magdának nem csak az élete és az irodalmi alkotásai csodálatosak, hanem lehet, hogy vulgárisan hangzik ilyet mondani, de hogyha én megválaszthatnám azt, hogy hogy halok meg, én szeretnék úgy, mint Szabó Magda, hogy a második kiadásában a könyvemnek az éjjeli szekrényen. Tehát, hogy ez egy olyan fantasztikus életmű, amit ránk hagyott, hogy valóban példaként Szabó Magda. Az, hogy te nőként vagy jelen a művészetben, és hát Vazarelin kívül azért itt hölgyeket említettél, mint példaképek. Ez mennyire fontos neked? Én anyukámat borzasztóan csodálom. Mi heten laktunk egy 50 négyzetméteres lakásban, és szerintem hihetetlen munkát vitt véghez azzal, hogy minket felnevelt és példát mutatott. Amivel én 4 évvel ezelőtt elindultam, azt gondolom, hogy azért hátrányos helyzetből indultam. Egyrészt, mert 4 évvel ezelőtt 48 évesen dobtam fel az első képemet. Ezen kívül nő vagyok, ráadásul geometrikus művészettel indultam, és fotóval. Úgyhogy ez mind szerintem... Én még, bocsánat, még, hogyha esetleg arról beszélhetünk, hogy nekem az anyagaim és a képeimnek a címei nagyon fontosak, és ezekben is nyilván sokszor észrevehető, hogy matematikai, geometrikai, vagy geometrikus világból, geometriából vannak a címeim, vagy fizikai kifejezések, amik párosulnak sokszor emberi tulajdonságokkal, vagy érzésekkel, nagyon sokszor kétértelműek a címek. Ugye az előző könyvemnek az a címe, hogy élek, és az is ugye mind a két értelemben az számomra fontos. Igen, de hogy fontos, mert azt értem, hogy fontos, de az lejön. Ezen még gondolkozni fogok. Nem tudom, lehet, hogy úgy, ahogy fel vagyok öltözve. Hát valójában valahogy az érdekel, hogy te otthon vagy, a családod végre elép otthonról, nyugi van, és bemész a szobádba, és elkezdődni kinyitni a gépet, és elkezdődni dolgozni. Mi ez a folyamat, ami zajlik, aminek a végén aztán majd kijön egy munka? Egy pár évvel ezelőtt még sokkal többet kattintottam, és nagyon... akkor még nagyon nehezemre is esett kiválasztani egy kiállításra a képet, vagy hogyha elküldtem valahova egy képet, vagy ugye az élekkönyv mire összeállt. Azt hiszem, hogy izmosodom, tehát hogy most már szerintem könnyedebben kiválasztom, és a kérdésedre a válasz pedig az, hogy mikor már ezek a sok képből, hogyha újra nézem, és mindig hetente újra nézem, mert van az a nap, amikor azt mondom, hogy bármennyire megfeszülök, nem sikerül kiválasztani, akkor nem megy, akkor most már megtanultam saját magammal dolgozni, akkor hagyom, és akkor becsukom, és jön a következő nap, akkor meg kinyitom újra, és akkor annyira egyértelmű a szememnek, és mindenem, porcikámnak azt, hogy
hogy ami tegnap nem sikerült 10 képből kiválasztani, az most egyértelmű, hogy az az a kép. És ilyenkor nagyon szeretem is tovább csinálni, és órákig örülök, hogy csend van és nyugalom, mert egy ilyen nagyon kellemes flow-ba kerülök, amikor a címek is így jönnek, és az nagyon, az tényleg az örömteli munka. Tehát nagy munka címet adni, és én szeretem azokat az alkotókat, akik nem hagynak engem magamra. Egyébként, mint mondjuk kultúrafogyasztó, vagy mint művészetfogyasztó, én azzal tréningezem magam, hogy megnézem az alkotást, valamit gondolok róla, és akkor utána nézem meg azt, hogy van-e címe, vagy esetleg valamilyen leírás, hogy a művész engem akar-e valamilyen irányba vinni. És az néha olyan csalódás, hogy megnézem, valamit gondolok, és akkor egy cím nélkül, vagy untitled. És olyan magányosnak tudom magam érezni. Úgyhogy ezek a címek, én szerintem, vagy legalábbis az olyan típusú művészetfogyasztónak, mint én, nekem számítanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a művészek legyenek művészek, a kritikusok meg az elmélészek meg legyenek kritikusok és elmélészek. Én azt hiszem, hogy ez tökéletes végszó, bár az utolsó szó jogán még megszólal. Köszönöm szépen Jász Borbálának és Bojár Iván Andrásnak, hogy elfogadta a felkérésemet, sőt, Boriról el kell mondani, hogy miattam repült vissza Barcelonából. Én meg miattam léptem a sarokon egy ilyen. Köszönjük szépen, Sára, a meghívást, és akkor szeretettel gratulálunk a könyvhöz. Isten értessen sokáig, és reméljük, hogy nem sokára akkor a folytatásban is részesülhetünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És mindenkinek köszönöm, hogy eljött, és vendégeim vagytok egy kocintás lett pohár borra. Köszönöm.